Két nap alatt Nagybecskereken két koalíció jött létre. Egyelőre azonban egyiknek sincs többsége a 67 tagú városi képviselőtestületben. Kedden bejelentették a Szerb Haladó Párt és a Szerbiai Szocialista Párt koalícióját, amely 33 mandátummal rendelkezik. Szerdán a nagybecskereki önkormányzat alapvető céljairól szóló szerződést a VMS, a VSL és a DP képviselői írták alá. Ez utóbbi koalíció jelenleg 30 képviselői helyen rendelkezik. Ovo je jedna koalicija koja je funkcionisala prethodne 4 godine, koja je dobro funkcionisala, koja je dobro sarađivala. Očekujemo, sigurno smo da će to tako biti i u budućnosti. A politikusok elmondták, ez jelenthet garanciát arra, hogy még néhány képviselőt meg tudnak nyerni maguknak. Arról azonban nem nyilatkoztak, kik is ezek a személyek. Deján Csapó a VSL képviseletében elmondta, szükség van a képviselőtestület mielőbbi megalakítására. Nem lehet a lakosokat terhelni csak azért, mert az ország nem tud kormányt alakítani. Podpisivanje ovog koalicionog sporazuma danas je garant da će Liga socijaldemokrata Vojvodine, Demokratska stranka i Savez vojvođanskih Mađara zajednički nastupiti na skupštini u petak i ja očekujem da će druge političke partije prepoznati sve ono što smo mi u prethodnom periodu radili. Egyes információk szerint a Szerb Haladó Párt abban bízik, hogy a VMS két képviselője őket fogja támogatni. Puskás János, a VMS Nagybecskereki Városi Bizottságának elnöke azonban megerősítette, hogy a VMS továbbra is kiáll az eddigi koalíció mellett. Hozzátette, a magyar párt eddig is a hatalom része volt, és a továbbiakban szerepet vállalna a bánáti község irányításában. Ezzel járulna hozzá a nagybecskerekiek életszínvonalának növeléséhez.